van írva felőlünk, hogy csodás dolgot művelünk. Elhisszük Jézus szavait, a világ végéig. Tudjuk a végső nemzedét, meglátja Jézus eljöttét, mi vagyunk az a nemzedék. Testvéri szeretettel és a szombatnap áldásával köszöntök minden kedves nézőt a Speranza Reménység Televízió magyar adás idején. Ugyanakkor azokat is köszöntöm, akik online követnek bennünket a Speranza Reménység Televízió Facebook oldalán, illetve az adventista gyülekezetek Facebook oldalain és a hetednapi adventista egyház Román Unió YouTube oldalán. Ma már teljesen megéljük azt, amiről régebb csak beszéltek, hogy bekövetkezik. A változás. Nehezen éli meg az ember a változásokat. Társadalmilag, anyagilag, egészségileg, kapcsolati szinten, de talán a legnagyobb kihívást a lelki változás jelenti. Jeremiás proféta által így szólt az Úr valamikor, olvassuk a Jeremiás proféta könyve 6. fejezetének 16. versében. Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út? És azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. Ebben az eltévedt világban az ügyes ember talán mindent meg tud szerezni. Mégis amikor a lelki békét szeretné megélni, illetve megtalálni, sok esetben csak ürességet érez. Hogyan találhatjuk meg a lelki békét? Mit jelent a régi ösvényeket felkeresni és megtalálni a jó utat, ahogy az Úr azt megparancsolta? Holnaptól kezdődően az előttünk álló 8 estén keresztül, február 12 és 19 között egy lelki wellness programra hívjuk meg Önöket. A Romániai Hetednapi Adventista Egyház megbízásából, ugyanakkor felkérésére a Speranza Reménység Televízió magyar adás idején dr. Szabó László lelkipásztor tanár 8 alkalommal fog arról szólni, hogy milyen fontossága van az életünkben a lelki egészségápolásnak. Az előadássorozat címe, ahogy azt már említettem, Lelki Wellness. Ma este a sorozat indulása előtt meghívott vendégeimmel a sorozat előkészületeiről, lényegéről és céljáról szeretnék elbeszélgetni. Dr. Szabó László lelkipásztor, tanár, a sorozat előadója, valamint Bala Lóránd lelkipásztor, a Romániai Hetednapi Adventista Egyház etnikai és kiadványok ügyosztályainak igazgatója, mint a sorozat főszervezője, lesznek ketten vendégeim. Ha kíváncsiak a Lelki Wellness programra, mely holnap este indul 18 órától, kérem tartsanak velünk a soron következő énekszolgálat után. Thank you.
következőkben szeretettel köszöntöm Bala Lóránd lelkipásztort, a Romániai Hetednapi Adventista Egyház etnikai és kiadványok ügyosztályainak igazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a ma estéli beszélgetésre. Előttünk van már a bejelentett Lelki Wellness sorozat. Hogyan született meg egy sorozatnak az elképzelése a 2022-es év elejére? A Reménység TV immár hagyomány szerint minden évben egy evangelizációs sorozatot közvetít és készít nézőinek. Ez a sorozat ebben az évben sem maradhatott el, főleg tudva azt, hogy a világjárvány ebben a misszió évben is korlátozta a helyi gyülekezetekben a nyilvános sorozatok megszervezését. A Hetednapi Adventista Egyház Romániai Uniójának etnikai ügyosztálya támogatja és közreműködik az ilyen jellegű eseményekért, azért, hogy az Erdélyben élő magyarok tudomást vegyenek a hármas angyali üzenetről, és a bibliai igazságok hirdetve legyenek országunkban. Minden évben közös megbeszélés alapján eldöntjük a sorozat időpontját, eldöntjük a sorozat meghívott előadóját, vagy esetleg előadóit, és azon törekszünk, hogy mindig, de mindig valami újat és kreatívat tudjunk nyújtani a nézők számára, az emberek számára. Ez persze minden évben egy kihívás, úgy a Reménység TV szerkesztősége számára, mint az előadók számára. A világjárvány új módszerekre kényszerítette az egyházat, kényszerítette a misszió munka területén a gyülekezet vezetőket, a gyülekezet lelkészeit. Nem elegendő egy előadássorozatot megtartani, vagy egy előadássorozatot végighallgatni. A kereszténységnek ma szüksége van tanítványokra, akik az előadás után kapcsolatba lépnek az emberekkel. Kis közösségeket, kis csoportokat alkotnak, támogató és bátorító közösségeket hoznak létre. Olyan kis csoportokat, ahol az emberek válaszokat kapnak kérdéseikre, és válaszokat kapnak küzdelmeikre. Valójában minden évben tervbe vettünk legalább egy előadássorozat megszervezését. Valamikor a világjárvány előtt általában egy imateremben, teltházzal, és az utóbbi időben a stúdióból. Minden évben volt egy különleges meghívott, vagy több meghívott. Idén miért pont dr. Szabó László lelkipásztor kapta a meghívást, hogy a sorozat előadója legyen? Ebben az évben egy előadó mellett döntöttünk. Ugyebár voltak előbbi évek, amikor minden este más-más előadó szólalt meg. Tehát egy előadó feladata lesz az, hogy Isten igéjét hasogassa, Isten üzenetét hirdesse. Elsősorban egy tapasztalt magyar ajkú előadót kerestünk, aki nagyon jól ismeri az erdélyi kultúrát, és többet tud nyújtani, mint egy előadássorozatot. Miért mondom azt, hogy többet tud nyújtani? Nagyon jól ismertük őt, mint előadó, ismerjük barátságos stílusát és kedves mosolyát. Szabó Lászlóról beszélek, ő többször megfordult Romániában. Jelen volt a misszió kongresszuson, amit Romániában szerveztünk meg, ifjúsági eseményeken, és mint tanár tanít a teológiai intézetünkön. Tudtuk azt róla, hogy nagyon gyakorlatias a megközelítése, és kreatív előadásai vannak. Ugyanakkor ismert az is, hogy a Szabó László nem csupán elméleti szinten közelíti meg a misszió fogalmát, hanem azt is tudjuk róla, és ismerjük, hogy évente minimum egy hónapot tölt Tanzániában, ahol különböző misszió projekteket irányít. De leginkább az, ami meggyőzött bennünket afelől, hogy jó választás lesz az ő személye, az nem más, mint az utóbbi években szerzett tapasztalata a kiscsoportos munka területén. Több ilyen jellegű kiképzést és kurzust irányított több országban, Európában. Arra gondoltunk, hogy a tapasztalata, a megszerzett tapasztalat nagyon hasznos lesz ezen év országos missziós tervünkben, országos missziós megközelítésünkben. Miben lesz másabb az idei év Lelki Wellness sorozat az eddigi sorozatoktól?
A lelki wellness sorozat nem ér véget minden este az előadás ámenével. A lelki wellness sorozat nem ér véget a 8 előadás lejártával. Nem ér véget akkor, amikor kikapcsoljuk a tévékészüléket, vagy akkor, amikor a közösségi hálókról kilépünk. Ennek folytatása van, és ennek folytatása lesz, ezért imádkozunk. Remélhetőleg minél hosszabb ideig. Úgy van kigondolva ez az előadássorozat, hogy az előadások végén megbeszélendő kérdéseket osztunk meg a nézőkkel, és arra bátorítunk mindenkit, hogy kis közösségekben, kettes, hármas csoportokban beszéljék át az előadást, és folytassák az elmélkedés perceit. Fontos az, nagyon fontos az, hogy valakivel beszéljem át a hallottakat, a nézetteket. Fontos az, hogy valakivel imádkozzak, és megosszam örömömet, vagy éppenséggel bánatomat. Mi az, amit tanultam, amit felfedeztem az előadás ideje alatt? Mi az, amit nem értettem meg? Ezek olyan kérdések, amelyek nem maradhatnak válaszok nélkül. És biztos vagyok, hogy megtaláljuk a megfelelő környezetet, ahol átbeszéljük a nézetteket vagy a hallottakat. Nehéz magányos évek vannak mögöttünk. Az utóbbi 2 év keményen, de keményen megpróbálta a közösségi életet. Elidegenedtünk egymástól, és távolságot tartottunk egymás iránt. Itt az ideje, hogy az egészségügyi szabályok betartásával közel legyünk egymáshoz, és törődjünk, igen, törődjünk egymással. A keresztény egyház házi kis csoportok által fejlődött és növekedett. Érdemes ezt megismételni ma estétől kezdve, és ezáltal lesz másabb az idei sorozat. Persze ez tőlünk függ, ha igazából megvalósul. Én azért imádkozom, hogy ez megvalósuljon. Köszönöm az eddigi válaszokat. Hallgassunk meg egy zeneszámot, és azt követően dr. Szabó László lelkipásztort köszöntöm és kérdezem. Thank you.
Köszöntelek, kedves László, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a ma esti beszélgetésre is. Biztosan a sorozat keretében is fogsz szólni magadról, a családodról, hivatásodról, de kérlek, néhány szóban ma este is oszd meg egy pár gondolatot magatokról. Köszönöm szépen, Lóránt, a meghívást a beszélgetésre, és tisztelettel köszöntöm a nézőket is. Németországban élek családommal, feleségemmel, itt az egyetemen tanítok, Friedensau-ban, és hát egyébként Magyarországon nőttem fel, és nagyon gyakran hazatérünk, szeretünk odajárni, de nagyon szeretjük Erdélyt is. Már többször nyaraltunk Erdélyben, és szeretünk ott kirándulni, gyönyörű szép vidék, úgyhogy otthon érezzük magunkat ott is. Hobbim, szeretek technikával, médiával foglalkozni, kirándulni, nagyon szeretem a természetet, és nagyon szeretek sportolni is, tehát régebben nagyon sokat kerékpároztam, most már inkább csak futok. Hogy fogadtad a felkérést, hogy a 2022-es évben a romániai hetednapi adventista egyház magyar nyelvű evangelizációs alkalmain fő előadó legyél? Meglepett a felkérés, igazából nem készültem rá, és még nem is voltam itt így előadó. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy a naptáram eléggé tele van. Mérlegeltem, hogy elvállaljam vagy ne, de valami belső jog azt mondta, hogy vállaljam el. És egyébként is szívesen dolgozom együtt az ottani barátaimmal, és így bízom abban, hogy ez is egy eredményes, közös munka lesz. Milyen témákat fogsz érinteni, esetleg a témakörök címeit, ha megosztanád, és egy néhány szót, ha mondanál beharangozónak mindegyikről? Sokat gondolkoztam azon, hogy milyen témakörökkel foglalkozzunk. Mi az, ami az embereket esetleg érdekelheti? Lehetett volna régészeti, teológiai, vagy valami más témakör, azonban úgy éreztem, hogy ez aktuális. A lelki egészség kérdése, a lelki jólét kérdése az döntően fontos most, és nagyon jó az is, hogyha találunk lehetőséget arra, hogy tegyünk valamit önmagunkért is. Egy olyan korban élünk most, különösen a pandémia alatt, amikor lehetőségeink korlátozottak. De egyre több olyan lehetőség van, mivel otthon ragadtunk többnyire, vagy nem tudunk olyan szabadon utazni, amiket magunk is igénybe vehetünk, és hát erre szeretném a hangsúlyt így helyezni, hogy ismerjük fel azokat a hétköznapi alkalmakat, amelyek az életünket jobbá tehetik. 8 előadás lesz, az első vitaminkúra a léleknek, egy bevezető előadás, ami a lelki wellness átfogó témakörét vezeti fel. Talán érdemes azért megnézni, mert ez megalapozza az összes többit, hogy milyen lehetőségem van, és miért fontos ezzel a témakörrel foglalkozni. És azt szeretném, hogyha mindenki elhinné, hogy van esélye arra, hogy jobb legyen a lelkének a dolga. A második témakör, bölcsesség 2.0, egy új megközelítés a bölcsességre nézve, és én azt gondolom, hogy olyan helyzetben vagyunk most, amikor sok döntést kell hozni, váratlan döntéseket, és ezek a döntések, ezek nem mindig könnyűek. Én bízom abban, hogy több bölcsességre jutunk. Az elengedés művészete adott, nagyon sok minden terhel bennünket időnként, hogyan lehet megbocsátani, hogyan lehet elengedni. A lelket gyógyító érintés, ez az érintés, ami a lelkünket gyógyítja, ez arról szól, hogy valaminek időnként történik el a lelkünkben ahhoz, hogy helyreálljon valami egyensúly. Úgyhogy erről lesz szó. A lélek csontkovácsa, amikor recseg, ropog valami, amikor talán nem csak érintésre van szükségünk, hanem hogy helyre rakódjanak a dolgok, valaki megropogtassa a lelki csontjainkat átvitt értelemben. Kötődés pozitív mellékhatásokkal, itt pedig a lényeg az, hogy hogyan alakíthatok ki olyan kapcsolatokat, amik tartalmassá teszik az életemet, amik kihatnak a fizikai egészségemre, szociális kapcsolataimra, munkahelyi közérzetemre és nagyon sok minden másra. Kapcsolatklinika. Azt gondolom, a szó mindent elmond, és az utolsó előadás. Korlátok között, mint ahogy most élünk, de belül mégis szabadon. Ez a szabadság rendelkezésünkre áll. A program menete minden este hasonló. Nem csak előadások lesznek, hanem egy különleges programmal is készültünk, egy különleges ajánlattal. Úgyhogy én bízom abban, hogy ezt az ajánlatot átgondolják majd a nézők. Ugyanis amikor leülünk a képernyő elé, magunk maradunk. Hallgatunk valamit,
gondolataink vannak, kérdéseink vannak. Azonban a lényeg, a lelki jólétnek a lényeg az, hogy valahogy kapcsolatba is kerüljünk egymással. Úgyhogy beszélgető köröket szervezünk. Lehetőségük lesz arra, hogy jelentkezzenek egy telefonszámon, egy e-mail címen vagy más elérhetőségeken, és bekapcsolódjanak a beszélgetésbe. Előkészítettünk olyan beszélgetésvezetőket, akik gyakoroltak is egy picit, úgyhogy érdemes kipróbálni ezt. Én azt gondolom, ez komoly szerepet fog játszani abban, hogy egyesek tényleg úgy érzik a végén, megérte investálni ebbe, és lelkileg most már jobb állapotban vannak, mint előtte voltak. Mi lenne minden este a programnak a lemenete? Mire számíthatunk az előadás során? A program menete minden este hasonló. Nem csak előadások lesznek, hanem egy különleges programmal is készültünk, egy különleges ajánlattal. Úgyhogy én bízom abban, hogy ezt az ajánlatot átgondolják majd a nézők. Ugyanis amikor leülünk a képernyő elé, magunk maradunk, hallgatunk valamit, gondolataink vannak, kérdéseink vannak. Azonban a lényeg, a lelki jólétnek a lényeg az, hogy valahogy kapcsolatba is kerüljünk egymással. Úgyhogy beszélgető köröket szervezünk. Lehetőségük lesz arra, hogy jelentkezzenek egy telefonszámon, egy e-mail címen vagy más elérhetőségeken, és bekapcsolódjanak a beszélgetésbe. Előkészítettünk olyan beszélgetésvezetőket, akik gyakoroltak is egy picit, úgyhogy érdemes kipróbálni ezt. Én azt gondolom, ez komoly szerepet fog játszani abban, hogy egyesek tényleg úgy érzik a végén, megérte investálni ebbe, és lelkileg most már jobb állapotban vannak, mint előtte voltak. A kiscsoportos munkával kapcsolatosan megjelent az Együtt a körben című könyved, ami valójában bemutatja a csoportok működését. Idén januárban már meg is szerveztétek közösen a Román Unióval, Bala Loránd személyében a 6 démo alkalmat. Milyen élményekkel sikerült zárni ezt a programot? Igen, valóban szerveztünk egy képzést, és nagyon meglepődtem. Megmondom őszintén, hogy 40-50-70 résztvevőre számoltunk, azonban hát egy 300 körül volt a résztvevők száma, stabilan 250 körül. Nagyon meglepődtem ezen, hogy mennyire motivált, mennyire érdeklődő emberek vettek részt. Úgyhogy én azt gondolom, ez egy nagyon jó kiindulási pont, arra nézve, hogy tényleg ilyen csoportok jönnek létre, ahol barátságok köttetnek, ahol egymást meghallgatjuk, egymást megértjük. Nem kell ahhoz pszichológus, hogy meghallgassuk egymást, ők is tudnak segíteni, de mi is tudunk egymásért valamit tenni. Úgyhogy ezek a csoportok nagyon jó légkörben teltek el. Én nagyon élveztem, megmondom őszintén, bár nagyon intenzív volt és nagyon gyors volt a felkészülés, de azt éreztem, hogy az emberek motivációja, odaadása, kitartása, töretlen hűsége, az nagyon jó alapot képez arra, hogy tovább haladjunk és egy jó közös élményben legyen részünk. Miért gondolod életbevágóan fontosnak azt, hogy az előttünk álló 8 alkalom lelki wellness előadás után kiscsoportos beszélgetések is legyenek? Hogy miért is fontos kiscsoportos beszélgetéseket kezdeményezni? Talán azért, mert mindannyiunknak a lelke igényli azt, hogy valami más megérintse. Szükségünk van a jó szóra, a meghallgatásra, a megbecsülésre, a gondolkodásra, az együtt gondolkodásra, egy-egy válveregetésre. Egyszerűen arra, hogy meghallgassuk egymást, hogy emberré váljunk ebben a rohanó világban. Nem attól válunk emberré, hogy valamit birtoklunk, valamit megszerzünk, hanem sokkal inkább attól, hogy valakivel tudunk beszélgetni. Hogy van valaki, akit érdekel az, amit én gondolok. És azt gondolom, hogy erre szükségünk van többnyire. Nem biztos, hogy mindenkinek szüksége van, de a legtöbbünknek valószínű igen, jót tenne a szociális kapcsolatok erősítése. Miért érdemes részt venni az előadásaidon, a Lelki Wellness programon? Miért érdemes részt venni? Nem tudom, hogy én, mint előadó, mit tudok ehhez hozzátenni. Én nagyon sokat gondolkodtam a témakörökön. Igyekeztem olyan témaköröket választani, amelyek aktuálisak, és én bízom abban is, hiszem, hogy a hallgatóknak, nézőknek is valamit jelentenek ezek a témakörök, hogy motiválnak, esélyt teremtenek valami jobbra, hogy útat mutatnak valami jobb felé, amit megtehetünk. Esélyünk az van, mert időnk van, mert életünk még tart, és kaptunk energiát, lehetőséget. Használjuk ki, és cselekedjünk. És biztos, hogy a lelkünk is
gazdagon megjutalmazza az erőfeszítéseinket, hisz ha jobb állapotba kerül, ez kihat az egész életünkre, az egész testünkre. Köszönöm dr. Szabó László lelkipásztornak a válaszokat. A következőkben hallgassunk meg egy újabb énekszámot, de kérem maradjanak velünk azután is, mert Bala Lóránd lelkipásztorral folytatjuk a beszélgetést. Most újból Bala Lóránd lelkipásztort kérdezem. Az előbbiekben dr. Szabó László lelkipásztor tanár elmondta a januári Együtt a Körben program élményeit. Milyen véleménnyel maradtál a hat alkalom után, illetve a közösség hogyan élte meg? Nagyon jó volt látni több mint 300 tanítványt együtt a körben. Be kell vallanom azt, hogy az elején kicsinyhitű voltam. Nem gondoltam volna arra, hogy ennyi érdeklődő lesz, és hogy mindvégig kitartanak. Lelkesítő volt azért, mert én magam egy kis csoportnak a tagja voltam, ahol együtt terveztünk és együtt imádkoztunk. Sokat tanultam a kis csoportok működéséről, a körbeszélgetésekről, a lelki növekedésről, és türelmetlenül vártam a következő találkozót. Na most rajtam a sor, hogy egy kis csoportot alakítsak, és holnap este együtt legyünk a csoporttagokkal a körben. Ez egy rendkívüli lehetőség, amit minden tanítvány meg kell tapasztaljon. Megtapasztalni a jól működő kis közösséget. Amint Szabó László is állítja, a tanítványság nélküli kereszténység kora lejárt. Itt az ideje beleszeretni a közösségi életbe. Látva a több mint 300 részvevő lelkesedését, bátran, nagyon bátran, reményteljesen tekintek a jövő felé, és hiszem azt, hogy ennek a sörözetnek bőséges gyümölcstermése lesz. Mitől függ a jövőre nézve ennek a munkának a fejlődése a Lelki Wellness program után?
Elsősorban a Szentlélek áldásaitól függ, amit akkor nyerünk el, ha forrón imádkozunk és böjtölünk ezért. Tudom azt, hogy nagyon sok családban és gyülekezetben ezen a szombaton imádkoznak a projekt sikeréért, és hiszem, hogy imáinkra Isten válaszolni fog. Másodszorban a kitartásunktól függ. Minden kezdet ígéretes, de egy idő után valahogy belefáradunk. Sajnos ilyenek vagyunk mi emberek, ilyen az emberi természet. A kitartás a bajnokok és a győzők egyik jellegzetessége, és nagyon nagy szükségünk van erre a kitartásra a következő időszakban. Harmadsorban összefogásért és egységért imádkozok. Az egységben és az összefogásban nagy erő rejlik. Ha minden tanítvány egyesült és kis csoportot szervez meg, a tapasztalatok száma, az élmények száma nőni fog, és a végén majd együtt örvendünk, együtt ünneplünk, és velünk örvend az Isten. Negyedsorban attól is függ, ha hajlandóak leszünk, időt áldozni másokra. Ma mindenki időhiányban szenved. Az időnk Istentől kapott legértékesebb talentumunk, és azért kaptuk, hogy másokért kamatoztassuk. Adjon nekünk, Istenünk, bölcsességet, azért, hogy a következő héten, a következő hónapokban időnket, értékes időnket ajándékozzuk a másik embernek, szomszédainknak, barátainknak, ismerőseinknek. Szebb ajándékot nem adhatunk a másik embernek, mint néhány percet együtt a körben. Miért érdemes csatlakozni a Lelki Wellness programhoz véleményed szerint? Azért érdemes, mert együtt vagyunk. Együtt tanulunk, azért, mert együtt fejlődünk és növekedünk. Megtanuljuk, miként lehetséges az, hogy mindenben jól legyen dolgunk, és egészségesek legyünk, amint jó dolga van a lelkünknek. Tudom azt, hogy minden híradó a testi egészségről beszélt az utóbbi 2 évben. Itt az ideje, hogy lelkileg egészségesek legyünk. A jó életminőség fogalom körébe nem csak a tárgyak és a létbiztonságot adó anyagiak megszerzése tartoznak bele, hanem a kiegyensúlyozott, harmonikus lelki egészség is. Testünk nem lehet egészséges, ha a lélek nincs megfelelő állapotban. A mai rohanó feladatokkal teli világunkban különösen fontos szerepe van a lelki egészségünknek. És végezetül egy diadalmas személyes vallomást idézek Pál apostoltól. Nem éppen kellemes helyről. Római börtönéből írja az apostol a következő gondolatokat. Megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővelkedni is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Szerintem azért érdemes csatlakozni a Lelki Wellness programra, mert itt lehet megtanulni azt, hogy az ember mindenkor, de mindenkor megelégedett. Sőt, örömteljes legyen, s mindenre, mindenhez legyen egy egészséges lelki ereje. Csatlakozz a Lelki Wellness projekthez. Thank you.
Köszönöm Bala Loránd és Szabó László lelkipásztoroknak a válaszokat. Egy nagyszerű lelki és gyakorlati élmény előtt állunk a Lelki Wellness sorozat által. Azért lelki, mert holnap estétől február 12 és 19 között minden este 18 órától lelkünket kényeztethetjük. Estéről estére énekszolgálatokkal és költeményekkel várjuk Önöket, és a következő nagyszerű témákkal. Vitaminkúra a léleknek, bölcsesség 2.0 egy recept az életre, az elengedés művészete, a lelket gyógyító érintés, a lélek csontkovácsa, kötődés pozitív mellékhatásokkal, kapcsolatklinika, korlátok között, de mégis szabadon. Hogy miért nem csak lelki, hanem gyakorlati élmény is lesz az előttünk álló hét? Hát minden este az előadás után szeretettel várjuk Önöket az előadott téma megbeszélésére online felületen. Ha szeretnének részt venni, megtehetik jelentkezve a hetednapi adventista egyház gyülekezeteinek Facebook oldalain, de megtehetik jelentkezésüket az előadás ideje alatt vagy után a 0754903204-es telefonszámon, vagy a szám WhatsApp elérhetőségén. A beszélgetések Zoom felületen kerülnek sorra, kérem, legyen internet lehetőségük és jártasságuk a Zoom program használatában. A beszélgetések az előadás után 8 órai kezdettel indulnak Zoom felületen. Ha szeretnék kiegyensúlyozottabbá és kellemesebbé tenni életüket, tartsanak velünk! Szeretettel várjuk Önöket február 12 és 19 között minden este 18 órától, a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében, illetve 19 órától a Speranza Reménység TV Facebook oldalán és a Hetednapi Adventista Egyház Facebook oldalain és YouTube oldalon. Áldott estét és szombatot kívánok mindenkinek a viszontlátásra! Just
éles nagy királyt. Dicsőséges nagy királyt. Istennek adott hegedű. Lukácsi Vilma verse. A fényességen fecske villan, övé a lég, a végtelen. A repülés azt jelenti, köszönöm a tért, Istenem. A nap sütötte kavicsok közt, parányi gyík, már nem is látod, fürge mozgása azt jelenti, Isten gondol rám, megcsonálod? És azt hiszed, hogy az az Isten, aki a gyíknak enni ad, s holnap tám megfeledkezik te rólad, s holnapra nem jut jó falat? Vagy azt hiszed, aki a fecske rebdeső szemcsapását méri, ne tudná, mi a te vágyad? Még nem is kérted, már kiméri. És többet ad, értékesebbet, gyöngyszemeket kavics helyett. Nem érzed mégsem, hogy az Isten téged milyen nagyon szeret? Nem próbálod a hála hangját? Rossz hangszeren lecseg a húr. Nehezen nyílik arra ajkad, mindeddig segített az Úr. Ne szólj hát, hálaadás helyett add Istennek hangszered. Ha az ő újja játszik rajta, a hangját meg sem ismered. Az ő kezében nézd, mivé lett a szakadt húrú hegedű. Ha Isten lelke a vonója, hallod a hangját, gyönyörű. Köszönöm, jó atyám, a reggelt. Köszönöm, hogy dolgozhatok. Köszönöm a jó egészséget, tőled csak jót kaphatok. Ha betegség is, légy áldott tőle érte, mert tőled jön a gyógyulás. A gondjaim kezedbe tettem, te tudod vinni, senki más. Köszönöm, hogy szüleim vannak, s légy áldott, ha már nincsenek. Te nálad vagyok mindig otthon, nem vagyok árva, búzs gyerek. Köszönöm, hogy szabad szeretnem, és köszönöm azt, ami fáj. Köszönöm a fényt az égen, s köszönöm a ködös homályt. És köszönöm az őszi erdőt, s köszönöm, hogy van szemem, hogy sok bűnömön keresztül mégiscsak látlak, Istenem. És köszönöm őt, a legdrágábbat, a váltságdíj lefizetőt, s azt, hogy az én megváltóm él, s porom felett meglátom őt.